5. Európa-bajnoki címet szerezte malomjátékban Bándi György, az augsburgi EB-n 28 játékost vett részt, mindenki 54 játékot teljesített, az aranyérmes 38 győzelemmel és 16 döntetlennel nyert. A magyar játékos vezet egyébként a világranglistát is, és vele beszélgetünk a római birodalomban elterjedt stratégiai játék titkairól és hát mai modern verziójáról. Jó reggelt kívánok, szervusz! Tiszteltem! Gyuri, még hány bajnoki érem kell ahhoz, hogy végül is az érmeket felrakva már tudjál malmozni egy jót? Hát igazából én folyamatosan törekszem az első helyre, és nyilván próbálom megszerezni. A játékban már több mint 10 000 órát fektettem, tulajdonképpen 21 éves koromtól játszom, most vagyok 28. Mindig az első helyet szeretném megszerezni, ami sikerült is, 11 bajnokságon vettem részt külföldön, ebből 8-at sikeresen megnyertem, és például az 5 Európa-bajnokságból 4 az veretlen volt, egy EB-n pedig vesztettem egy játszmát, de ha ezt az összesített statisztikát így vesszük, akkor 226 meccset játszottam, nyertem ebből 145-öt, 80 döntetlen lett, és csak egyet vesztettem a 226-ból. Most miután így jönnek belőled a számok, mivel foglalkozott egyébként a malmozás mellett? Hát tulajdonképpen én tanultam hangtechnikát, meg utána rendezvényszervezést, és most egy designer tanfolyamon voltam, amit sikeresen elvégeztem, weboldalak készítésével szándékozom. Matematikai vénád van? Valamilyen szinten most már igen, mert amikor elkezdtem a malommal foglalkozni, akkor nagyon megszerettem a matematikát, mert minden, ami van a játékban, az alkalmazott matematika. A szakközépiskolába elment a kedvem az egésztől, az oktatás miatt is, meg ilyesmi, de amikor elkezdtem malmozni, vége lett az iskolának, akkor láttam a lehetőségeket, hogy milyen lépés lehetőségeim vannak, hova érdemes mozogni, stb. Hát a malomjátékon keresztül jött meg a kedved, vagy az mennyivel jobb egy játék néha, mint egy rossz tanár, mondjuk így. Igen, igen, és teljesen kikompenzálja a dolgokat. Azt mondnak, hogy amikor ez elkezdődött, akkor hogy, tehát ez szerelem volt első látásra? Hogy kezdődött? Hát úgy, hogy a malmot azt 6 éves koromban ismertem meg körbelül, a nővérem mutatta meg nekem, az egyik nővérem, és... de csak pár meccset játszottam vele, mert nem volt utána kedve. De akkor már nagyon megtetszett maga a játék. Még 10 évesen játszottam körülbelül a szomszédommal néhány meccset, de úgy annyiba maradt, és mikor lettem 21 éves, láttam az interneten, közte semmi, hogy közte elfelejtetted, nem volt semmi malmozás. Semmi nem volt. 21 évesen láttam a neten, nem mondom szuper, mert a célom az volt, hogy a mentális képességemet nagyon magas szinten fejlesszem, a vizuális gondolkodást, hogy előre látni a helyzeteket. Mondjuk ilyen 30 lépéses helyzeteket is viszonylag könnyen átlátok, igen, aztán utána tovább menve már drasztikusan növekszik a nehézség, és vannak ilyen 60 lépéses helyzetek is, amiket kielemeztem, és azt memóriából már játszom, és látom is az összefüggéseket. De várj, menjünk csak vissza arra a pillanatra, amikor meglátod, hogy az interneten lehet ilyet játszani, akkor már 10 éve nem foglalkoztál ezzel. Persze. De azt tudod, hogy ugye valami miatt érdekel, meg gyerekkorodban szereted, és akkor elkezd, így kipróbálgatod, igaz? Ez így történt. És akkor pillanatokat bele is szeretél, hogy na ez az megvan, ami érdekelne engem ennyire? Ahogy megláttam neten, már tudtam, hogy ez a játék, ez amúgy is tetszett, és így feljött bennem ez a történet, igen, és mondom, akkor így belekezdek. Teljesen kezdő szintről indultam, mondom, a játékba több mint 10 000 órát fektettem, és végül is ilyen szintig eljutottam. Tehát te vagy a legtöbb sok készlet hátsó oldalán ott van a malom pályája, de gondolom, hogy te azt éppen fordítva gondolod, hogy a legtöbb malom hátsó oldalán ott van a 64 mező, igaz? Ez egy érdekes gondolat. Annyit gondolok az egészről, hogy mind a kettő nyilván egy ősi táblás játék, de a malomjáték az régebbi múltra tekint vissza, nagyon népszerű, változó, hogy helyenként hol mennyien játsszák, nyilván a sakkot alapvetően többen, de ismertebb, én úgy gondolom, a malomjáték így összességében a világ minden táján megmutatnánk valamivel, igen, mint a sakk. A létszámokat nézzük, az igazán komoly játékosok létszámát, amikor elmész ezekre a nagy versenyekre. Ugye a sakkban azért ennek óriási hagyománya van, és nagyon sok pénzt is lehet vele nyerni. Ehhez képest ebből azért még így nem lehet megélni, igaz? Igen, vagy a malomjáték versenyeiben jelenleg nincsen úgy magas díjazás, viszont olyan szinten meg lehet belőle élni, illetve keresni, inkább úgy mondom, hogy aki profi játékos, mint például én, vállalok rendezvényeken, táborokban, különböző helyeken oktatásokat, szimultánt, egészen akár 50 fő ellen, tehát ilyen 10 akárhány 20 fő szimultánokat tartottam. Ez így optimális is, mert ez egy órán belül leszokott zajlani, tehát gyakorlatilag folyamatosan lépek minden táblán, gyorsan értékelem az állást, és így körbe-körbe megyek, és játszok egyszerre 20 emberrel, de mondom 50 fő sem jelent. Ez azt jelenti, hogy olyan malom nagykövet vagy te, húzod ezt a sportágat, ezt a szellemi sportot jelenleg Magyarországon. Magyarország egyébként malom nagyhatalom? Gyakorlatilag verseny tekintetében igen, úgy értve, hogy vannak külföldi játékosok, nagyon komoly külföldi játékosok Svájcba, sokan vannak, meg Németországban is, akik szintén úgymond nagyhatalmak. Svájcban például van egy 12-szeres Európa-bajnok Alain Fleury nevű játékos, ő szintén egy szuper nagymester. Igen, van még Németországban is egy 2-szeres Európa-bajnok, német malmozó és többszörös dobogós, ő is egy nagymesteri játékos, illetve Magyarországon vagyunk ketten, aki van egy barátom, Volman Ferenc, és ő például már ilyen 11 éve játszik, 12, annyi megvan. Igen. Nagyhatalmak vagyunk, mert Európa-bajnokságokról kiszorítottuk a külföldi játékosokat gyakorlatilag 2015 óta, mert addig német és svájci játékosok uralták a mezőnyt. Én 2014-ben voltam először EB-n, akkor 6. lettem, a játékos statisztikám akkor is nagyon jó volt egy kívülálló szemével, ha bár én nem voltam picit megelégedve, mert 3-at vesztettem a 40 meccsből, aminek én nem örültem, egy 2 vereségnek. Egy jogos volt, tényleg a másik 1-2 az egyik az én kérdéses történet, de mindegy, vesztettem 40 meccsből 3-at, 19-et nyertem, 18 döntetlenet. 2015-ben már olyan állapotban voltam, és jött ki a magyar barátom, aki, mondom, nagymesteri játékos, hogy az első helyezett én lettem 2015-ben, sikeresen megnyertem, ő pedig a harmadik, tehát dobogón is. Mindig a dobogós helyeken dobogón szereplünk folyamatosan, 2015-től 2019-ig nem estünk le egyáltalán, mindig. Én az első helyeket szereztem meg, ő meg a harmadik helyeket háromszor is, és második is lett, igen. Meg akkor nagy hatalom vagyunk. Amikor bejöttél ide, akkor nagy műgonddal feltetted ezt az állást a táblára, de miért ezt az állást tetted föl? Hát azért tulajdonképpen, mert ebben a helyzetben mindkét játékosnak van malma, és folyamatosan malomra kell törekedni ebben a játékban, és nincs olyan, hogy csak az egyik malmozik ebben a helyzetben, tehát hogyha kicsit belemutatok, akkor lehet látni, hogy itt fehér kezd, ott nyit, fekete malommal indít, és miket kell levenni, és a fehér megint malmot csinál, stb. Hogy ebbe a komoly versenyműfajban ebbe csiki-csuki van? Hát ez egy gyerekes elnevezésnek tartom. Igen, amúgy az, de én van egy lépéses malom, meg két lépéses malom, amiket én mondok. Igen, gyakorlatilag ez létezik, teljesen szabályos. Az egy tévhit, gondolat, hogy nem lehet, és mindig új sorban malmot kell kitenni. Én tudok erre egy szabályt, hogy akkor ezt hogy lehetne igazságosan megoldani. Minden korongot meg kéne számozni 1-től 9-ig, és fel kéne írni, ahogy A1, A4, A7-en volt egy malmom, stb. És papírra, hiszen nem lehet az, hogy 30 lépés múlva neked ott volt malmod, a másik azt mondja, hogy nem volt, és akkor ez így nem szabályos, tehát bele lehetne kavarodni. Tehát így kéne hivatalosan akkor csinálni, de ilyen szabály nem létezik. De majd lehet, hogy ezért még formálódik ez a versenymalom, nem? A malomjátékban két szabályzat van, ami érvényes, és ezt kell először egy versenyen elmondani, hogy melyikben játsszuk a versenyt, és ha két ember egymás közt játszik, akkor ezt kell tisztázni kell, hogy melyik szabályrendszer. Igen. Az egyik az azt mondja, hogy kirakom a malmot a táblán, és ugye először csak abból vettek le, ami malmon kívül van. Viszont ha abban az esetben az ellenfél összes korongja malomban van, akkor van két irányzat. Az egyik azt mondja, hogy leveltek malomból is, hiszen kitettem egy malmot, tehát mindenképp le kell vennem egyet, de már csak malom maradt. Másik azt mondja, hogy örökös védettsége van a malomnak, és soha nem lehet levenni, és kiteszek egy malmot, nem veszek le semmit, mert csak malma van a másiknak, és megy tovább a játék. Igen, tehát akkor nincs levétel. Azt mondd meg végül, az internet korában ti is elkészítettétek a malom számítógépes játékát és elemző programját. Lehet győzni majd idővel a számítógép ellen, vagy max a döntetlen? Úgy van, hogy készítettünk egy teljesen adatbázisos malomprogramot, ami az interneten könnyen megtalálható és letölthető, ha beírják, hogy malomprogram letöltése, már egyből ott van. A program mérete 19,5 GB azért, mert minden helyzetet tartalmaz, ami a malomjátékban előfordulhat, de a nem előfordulható helyzetek száma a malomjátékban 143 milliárd, 117,5 millió körül van. Igen, és ez így rengeteg. És nagyon hosszú lépéses helyzetek vannak, például a leghosszabb lépéses helyzet abban a szabályrendszerben, hogy le lehet venni malomból, 204 lépés, tehát 102 tökéletes nyerő lépést kell megtenni a játékosnak ahhoz, hogy a másik szín ellen nyerjen, aki 102 lépés erejéig a leghosszabb vesztőutat fogja választani. Igen. Na most ilyen hosszú lépéses helyzeteket már előre ki kell elemezni, ha esetleg meg kéne oldani egy versenyen, mert ezt kiszámolni így emberileg nem lehet átlátni így egyszerre. Viszont ha mondjuk kielemez valaki valamit nagyon mély szinten, akkor utána már látja az alverziókat is. Ebben a programban gyakorlatilag tökéletesen lehet elemezni, minden helyzet végeredményét mutatja, pontos lépésszámmal, hogy hány lépéses nyerő, vesztő vagy döntetlen az állás. Igen, a döntetlen a legjobban kialakítható meccseredmény, mert minden játszma döntetlen, ha tökéletesen játszik mindkét játékos ebben a játékban, ez ki is van számolva, és én ezt úgymond tudtam is, mikor elkezdtem malmozni, és már játszottam ilyen két és fél éve, hogy mondom, ez a játék ebben döntetlen van, hogyha mindkét játékos tökéletes játszik, és az adatbázis is ezt mutatta. És most egyezünk időntetlenben, mert az időnk lejárt, és Isten malmai lassan őrölnek, a tiéd viszont elég gyorsan, hogy szerzed az EB címeket, még jó sokat hozzá. Köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk. Köszönöm szépen én is a lehetőséget.